Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en, benne pedig a Csak a Diós György című műsorunkat hallják, amely a Csillagpont Rádió TVTK magazinja, és minden alkalommal a 20 percben reggel 7, délelőtt 11 és délután 17 órai kezdettel jelentkezik hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal a TVTK házatájáról. Az előttünk álló adásban sikerek és kudarcok is szerepelnek majd, illetve egy széleskörű programajánlóval is várom a sportrajongókat. Sorrendben egy világbajnoki ezüstérem előzményeit, annak megszerzését és a tovább vezető utat foglaljuk keretbe ma Spét Norberttel, aki többek között a DVTK támogatásával a mexikói Muay Thai VB-n ért el második helyezést. Hogy hogyan, azt hamarosan hallhatják majd a 23 éves fiatalember élménybe számolójából. Aztán az utolsó utáni szalmaszál. A DVTK labdarúgó csapatára, ahogyan Fernando Fernández vezetőedző nyilatkozta, egy döntő mérkőzés vár szombaton, a már bajnok Videoton ellen. Csak akkor lehet esélye a bennmaradásra az élvonalban a Diósgyőrnek, ha nyer a pontvadászat utolsó fordulójában hazai pályán, és kedvezően alakulnak a többi meccsek is a piros-fehérek számára. És a programajánló, táborok, labdarúgó VB alatti programok, családi és baráti társaságok kellemes időtöltése a DVTK kalandparkban, ezzel is jövünk tehát. Ez a mai kínálat, ha tehetik, akkor tartsanak velem, nekem nem is maradt más hátra, mint hogy mindenkinek kellemes rádiózást kívánjak. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr! A szirma besenyői Spét Norbert a magyar Muay Thai eddigi legnagyobb sikerét érte el a mexikói világbajnokságon. A Vita Gym fiatal versenyzőjét a DVTK is támogatja, így természetesen itt a Csak a Diós György műsorában is megszólal majd az ifjú VB ezüstérmes Spét Norbert, aki 23 éves és 67 kg-ban az elit kategória döntőjében a világbajnoki, Európa-bajnoki címvédő és többszörös profi világbajnok fehér orosz Dimitri Varecsel csapott össze. A magyar versenyző végig méltó ellenfele volt egyébként a sportágában világsztárnak számító Varecsnak, és sokáig úgy tűnt, akár meg is lepheti a magyar fiú, de végül 30-27-re kikapott. Ebben a kategóriában magyar versenyző egyébként még nem jutott ilyen magasra. Következzék tehát most a DVTK által is támogatott Spét Norberttel készített beszélgetésünk, itt a Csillagpont Rádióban a 103 MHz-en, a DVTK magazinjában. A vonal túlsó végén köszöntöm Spét Norbertet, aki tehát világbajnoki ezüstérmet szerzett Mexikóban. Milyen színvonalú volt ez a világbajnokság? Kik vettek rajta részt? Az elit kategóriában lévő versenyzőknek a nagy része a profi vonalban is az E kategóriát képviseli. Ez a srác, akivel döntőztem, a Dimitri Velet, ő a például Top King World Series-nek is a világbajnok, a profi világbajnok, ami egy nagyon nívós Muay Thai profi liga. A legjobb négy közé jutásért egy török ellenfeled volt, akit már az első menetben technikai KO-val legyőztél. Technikai KO volt, viszont úgymond nem az én érdemem, rádolgoztam arra, amire érdemes volt. Tudtuk, hogy a jobbkezes az ellenfelem, szóval a erősebb oldal a jobb kéz, jobb láb, és gyanús volt, hogy megállt az első menetben bal kézre, előtte egyszer sem unyózott bal kézre, ezért gondoltam, hogy a hátsó oldalában van gond. Majd rúgtam egyet, és ki is jött a sérülés, rúgott egy lufit, volt egy lábelvételem, és akkor megsérült a combjánál valami szalag, nem tudom pontosan, hogy mi, de tehát nem az volt, hogy én lerúgtam fejen, vagy felnyitottam egy könyökütéssel, vagy ilyesmi, szóval, de TKO igen, az lett a vége. No, hát akkor ez nem tartott sokáig, ez a török elleni mérkőzés, de ennek is megvolt ugye az előnye, gondolom így pihentebben tudtál a következő feladatokra koncentrálni. A döntőbe így nagyon-nagyon profi volt bekerülni, meg előtte lévő két meccsen azért megdolgoztak, én is megdolgoztam őket, azért nagyon jól jött ez a két nap pihenő nekem a döntő előtt. Minden nagyon profin kijött, szerencsére nem is vagyok túl sérülékeny, legalábbis nem mondanám annak magam.
kint, nagyon profin tudtak nekem segíteni, voltak kint az USA team-mel fizioterapeuták, három orvosuk volt, és az egyik egy közös ismerősünk által tudott nekem is segíteni, így bármikor felkerestem őket, akkor tudtam menni délelőtt, délután, meccs előtt, meccs után, aztán ott ők rendbe raktak engem. Elérkeztünk a döntőhöz, ami már önmagában is ugye egy VB-n nagyon nagy dolog, ráadásul, ahogy említetted az elején is, egy neves ellenféllel szemben kerültél végül is a szorítók közé. Nem is a döntőnek a súlyával volt nehéz megbirkózni, hanem az ellenféle. Ez az említett versenyző már 4 éve regnáló bajnoka ennek az IFA szervezetnek a világbajnokságain. Így akik ott voltak a súlyomban, ebben a kategóriában, ezeket a fiúkat már mind elverte 2-3-szor, és én először találkoztam vele. Ráadásul az első A kategóriás világbajnokságon, így ez helyezett egy kicsit nagyobb nyomásra. Szoros csatában maradtál alul, alaposan megizdasztottad az ellenfeledet a fináléban, ahogyan azt a felvezetésben is elmondtuk, mindösszesen 3 ponttal kaptál ki. Nem mindegy, hogy alakul ki, de az a lényeg, hogy mi a végeredmény. Hogyha győztem volna, és akkor beszélnénk, hogy mit, meg hogy, érted? Itt most megpróbáltam nyilván mindent, de nem működött, mert vesztettem. Én ennek az ezüstnek örülök, elfogadtam, hogy itt vesztettem, mert jobb volt, de meg tudom, hogy nagyon jól teljesítettem, de kevés volt ahhoz, hogy győzzek. Szóval igen, egy szép vereség volt, sokat lehet belőle tanulni. Nyilván vereség és vereség közt is van különbség, nem lettem leütve, nem kötött most itt a fejemre, nem alázott meg úgymond, de kevés volt sajnos, nem volt elég. Mit tanultál meg ezen a mexikói világbajnokságon? Milyen következtetéseket tudsz levonni a jövőre nézve? Nagyon érzékelhető azt talán, hogy nincsen egy a testvérő, könnyebb így mozogni, és a meccs rutin véget, mivel itt nagyobb meccsszámmal rendelkeznek ezek a versenyzők, talán kicsit letisztultabb a bunyójuk, nem verekednek annyira idézőjelbe. Racionális, amit csinálnak, így még jobban eladhatók olyan cselek is, amihez kell egy partner, hogy ő felfogja, hogy teszem azt, éjeztek egyet kézzel. Hogyha egy laikusnak, vagy egy olyannak ijesztek, aki nem tud rá reagálni sok formában, akkor hülyeség ijesztenem. De hogyha olyannak, aki keresztbe tudja ütni, le tudja kanalazni, ezt tud csinálni, azt csinálni, annak tudok ijeszteni, hogy más csináljak, vagy még tovább vinni. Ezért sok játék, szerintem. Megvan tehát az ezüst, megnyerted, ahogyan azt helyesen fogalmaztad meg. Hogyan tovább, milyen terveid vannak, a neved esetleg bekerült-e egy olyan kalapba, amelyben jó benne lenni? Azóta kaptam egy profi szerződést a WMC-től. Legalábbis van a WMC, ez a WMC World Muay Thai Council. Ez egy nagyon nívós szervezet, ugyanúgy, ahogy az IFMA. Mondhatni, hogy az IFMA-nak a profi szervezete. Ez nem hivatalos, de végül is. Nagyon sok versenyzőt válogatnak ezekre a WMC profi versenyekre az IFMA-ból, mert nagyon borzasztó erős a keret. És miután elvertem a Sergei Kujabát, ugye ő 17-ben a World Games győztes volt, ez egy akkora skalp volt, hogy kell csinálnom majd egy ilyen kis anyagot magamról, hogy kiküldjem, de mondták, hogy abszolút szeretnének mozgósítani. Ugorjunk még vissza az elejére ennek az ezüstéremnek. Nem beszéltünk még arról, hogy hogyan sikerült felkészülnöd testben és hát ebben a sportágban nem elhanyagolható módon lélekben is erre a VB-re, és ennél a résznél kapcsolódik a DVTK is hozzád. Teljesen profi körülmények közt tudtam készülni. Eddig eléggé elmaradott volt felkészülésemben a rehabilitáció része, és az összes ilyen témának a kihasználása, de volt a klubunknak, leülhettünk a DVTK vezetőségével egy ilyen meetingre, ahol elmondták, hogy hajlanak arra, hogy segítsék a klubunkat, és első lépcsőben használhattam a masszázs, mindenféle ilyen rehabilitációs dolgot bent az akadémián. A szövetség ezt azzal köszönte meg a klubnak, hogy felkerültek a pólóra, a válogatott pólóra, mi pedig az éremmel. A következő állomás az Európa-bajnokság lesz, amely szinte itt is van már a nyakadon. Ott nem titkolt szándékot, hogyha én jól tudom, akkor az aranyérem begyűjtése. Milyen esélyeid vannak erre, kik lesznek ott az ellenfeleid? Én véleménye szerint csak a tájok, akik erősek. Erősebbek, mint a másik top pár ország, mert az a másik top pár ország viszont európai. Tehát Ukrajna, Fehér Oroszország, Oroszország, Kazasztán,
ezek a volt orosz tagállambeli országok, ezek nagyon erősek. Ugye most egy belorusz fiúval döntőztem, valószínű, hogy ő is ott lesz az EB-n, aztán nézzünk egy visszavágót. Itt fixen kevesebb meccs lesz, szerintem maximum 3 a döntőig, döntővel együtt. Így igen, egy aranyat nagyon illene a VB ezüst után. Igazából 4 éve Malajziában voltam a VB-n, ott ezüstérmes lettem, és ugyanazon az éven ugyanúgy az IFMA EB-jét pedig sikerült megnyernem, szóval ha van valami ilyen számmisztika, meg ilyesmi, akkor ez bejöhet. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nagyon nem úgy alakult a vasárnapi nap a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapatának, ahogyan azt nagyon sokan várták a klubon belül és a szurkolók egyaránt. Benne volt a hét utolsó napjában még az a forgatókönyv is, hogy már az utolsó fordulóban nem kell izgulnia a Diós Győrieknek, és bent maradnak az első osztályban, de legalábbis abban bíztunk a legtöbben, hogy nem változik semmi a tabellán, és még mindig a piros-fehér együttes kezében marad a döntés a véghajrára. Nos, az eredmény ismert, a 4-0-ás vereség az Üllői úton a Ferencváros ellen, és a riválisok 90 plusz perces góljai az utolsó helyre taszították a DVTK-t a pontvadászatban. Ezek után beszéltünk a Diósgyőr vezetőedzőjével, Fernando Fernandezzel, aki először a vasárnapi találkozó rövid értékelését adta rádiónknak, majd egy picit azért mi is belekérdeztünk a részletekbe. Következzék a riport. Rossz mérkőzés volt, nem csak az eredmény, hanem a teljesítmény miatt is. Az elmúlt 3 mérkőzésen úgy érezte, hogy egy fejlődési folyamat elindult, többet remélt a Ferencváros mérkőzéstől, tehát arra számított, hogy jobban fogunk belőle kijönni, de összességében ez egy rossz meccs volt. A Ferencváros meccs hetében bizakodtunk ugyan sokan, hiszen arról jöttek a hírek, hogy nagyon jól dolgoztak a játékosok. Most csalódott vagy alátottak miatt? A futball az egy ilyen játék, hogy valamire készülsz, hogy valamit vársz, és nem biztos, hogy azt kapod vissza, hiszen a főszereplői a mérkőzésnek azok a játékosok, tehát nyilván ők tudják írni azt a történetet, ami a pályán történik, pluszba nyilván a mérkőzés úgy alakult, hogy 10. percben már gólt kaptunk, és ráadásul olyan szituációkból kaptuk a gólokat, amire egy egész héten át készültünk, pont ezeket a szituációkat gyakoroltuk, de kaptunk még egy esélyt arra, hogy kijöjjünk ebből a helyzetből. If we win, we have many options to remain in the division and we need to fight. Abban is bízhattunk, hogy majd most a kulcsjátékosok vezérei lesznek ennek a csapatnak a Ferencváros ellen. Nos, sajnos nem így történt. Kitől vártál többet? Futball az egy csapatjáték, természetesen egyénekből áll, ahol az egyéneknek, játékosoknak fejlődniük kell, a saját teljesítményüknek javulnia kell, de ő mindig egy csoportról, egy csapatról beszél, és hogyha valamilyen játékossal kapcsolatban van véleménye, azt mindig szemtől szembe mondja el. Sok hasonló szituáció előzte meg, például a gólokat szélen elhúztak a hazaiak, beadták, és helyzet vagy éppen gól lett belőle. Ez szóba került a meccs előtti sajtótájékoztatón is, de vajon most így a meccs után a kiértékelés kapcsán az öltözőben is elhangzott? Tudtuk jól, hogy a Ferencváros erős a széleken, ugye sok beadással operálnak, ezt a sajtótájékoztatón is ugye mondta, tudta, hogy öde típusú játékosok belül tudnak érkezni, viszont nem szeretne már igazán ezzel a mérkőzéssel foglalkozni, hiszen jön a Videóton mérkőzés, amit meg kell, hogy nyerjünk, remélhetőleg telt ház előtt, ahol mindenkit meg tudunk győzni arról, hogy a csapat az első osztályba való. Következik a Videóton elleni összecsapás, tehát sok forgatókönyv létezik, de maradjunk csak a DVTK meccsénél, vagy nagyon meg akarja mutatni a Videóton, hogy megérdemelte a bajnoki címet, és hajtani fognak, vagy ahogyan az több helyen is megfogalmazódott, békerettel szállnak harcba ezen a mérkőzésen, és így nagyobb esélye lehet a győzelemre Diós Győri részről, bár ez utóbbiban is azért van egy kis veszély. Videoton is the current champion. Természetesen ez ad egy plusz esélyt, hiszen a Videoton a bajnok csapat, gratulálunk is nekik a bajnoki címhez, úgy jönnek ide, hogy megnyerték a bajnokságot, valószínű, hogy ők most ünnepelnek, élvezik ezt az érzést, hát hogy a fejük nem teljes mértékben lesz itt. Celebration, they are doing many things that our final here in Saturday.
Csapadíjós Győr. Ahogyan azt Fernando Fernandeztől, a DVTK vezetőedzőjétől is hallhattuk, tehát, és szerintem már minden diósgyőri drukker ki is számolta, van esély a bentmaradásra, de ahhoz le kell győzni a Videotont, mert ha ez nem történik meg, akkor a következő szezont már biztos az NB2-ben kezdi a Diósgyőr. A DVTK győzelme mellé, ahogyan azt az elején is mondtam, mivel már nem a piros-fehérek kezében van a csapat további sorsa, bizony nagy-nagy izgalommal fogjuk várni három meccs eredmény alakulását is, főleg a végeredményeket. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr! A hétvégi DVTK gyermeknap rengeteg gyermeknek és felnőttnek adott remek kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget a DVTK kalandparkban, Lilafüreden. A csodálatos környezetben lévő park azonban a nyárra is tartogat nem kis meglepetéseket, programokat a kilátogató családoknak, baráti társaságoknak, osztályközösségeknek, csapatépítő tréninget szervezőknek, és persze nem utolsó sorban a táborozó fiataloknak. A nyári szünidős eseményekről és a DVTK kalandparkban rejlő további lehetőségekről Szabó Levente, a park vezetője nyilatkozott rádiónknak. Két nagyon fontos eseményünket emelném ki. Az egyik az, hogy szintén a negyedik éve futnak a napközis táboraink. Idén a nagy érdeklődésre való tekintettel 8 héten keresztül foci táborokkal várjuk a 6-14 éves fiúkat, lányokat. Egész napos program, reggel 7-kor már lehet érkezni, mivel tapasztalatunk az, hogy Lilafüred nagyon messze van egy család életéből, nagyon sok időt el tud venni az utazgatás. A tavaly évben már sikeresen vittük azt a programot, hogy az edzőközpontban lehetett hozni a gyerekeket, ott vártuk őket, és buszos transferrel szállítottuk ide őket a kalandparkba, valami nap végén is visszavittük őket, és így próbáltunk picit kedveskedni a szülőknek, hogy ne teljen el akár másfél-két óra is a napból azzal, hogy autózni kell a városba. Úgyhogy ezek a táborok június 25-től egészen augusztus 17-ig várják, mondom, a 6-14 év közötti fiúk, lányok érdeklődését. Nagyon szépen gyűlnek a táboraink, ideje elgondolkodni azon, hogy idehozzák el gyermekeket, mivel egyre kevesebb helyünk van szerencsére. Nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, folyamatos az érdeklődés ez iránt, én csak bátorítani tudom a szülőket, hogy itt nagyon jó helyen vannak, nyilván tematikus edzések vannak, a DVTK szakedzői tartják a labdarúgó edzéseket, folyamatos szervezés alatt állnak, hogy más egyéb DVTK berkén belüli sportágak is megjelenjenek, és ott is szakedzők edzésével tanítsanak meg, úgymond más sportágak csinyára, binyára gyerekeket szeretnénk megjeleníteni mindent, a saktól elkezdve a jégkorongon át egészen a kosárlabdáig, hogy ne csak a labda és a labdarúgás szenvedély bűvöletében legyenek a gyerekek. Illetve van egy másik nagyon fontos programunk a nyáron, méghozzá ugye nem kezdtem senkinek mondanom, hogy 2018 labdarúgó VB éve van, és mint futballtematikus kalandpark nem maradhatunk ki a labdarúgásnak ezen bűvköréből. Minden hétvégén futballbajnokságokat fogunk rendezni, Old Boys bajnokság, ifjúsági bajnokság, női kupák, felnőtt kupák, ezekkel várjuk az érdeklődőket, és a döntőnek a napján, sőt úgy mondom a hétvégén egyéb színes programok lesznek, bemutató edzésekkel, várhatóan labdarúgókkal, amíg folyamatosan szervezünk még, tehát egy egész komplex programcsomagot szeretnénk a VB alatt nyújtani az érdeklődőknek. Tippversenytől elkezdve büntetőrúgó versenyen át sok mindent szeretném megjeleníteni. Akik tájékozódni szeretnének akár a táborról, akár természetesen a kalandparkról, azok hol tehetik meg? Interneten, Facebook oldalon? Hát természetesen a mai világban megkerülhetetlenek ezek a dolgok. Mi is üzemeltettünk saját honlapot, a www.dvtkpark.hu honlapot, melyen mindig a legfrissebb aktuális információk fent vannak. Természetesen Instagram és Facebook oldalt is üzemeltettünk, szintén ezen a néven Lilafüredi Sport és Kalandpark meg lehet találni minket. Mindig minden aktualitás fenn van, a nyitvatartástól elkezdve az árainkon át, az aktuális programjainkon. Érdemes felkeresni őket, lehet, hogy olyan információk birtokába jut az ember, amit itt a parkban nem feltétlenül fog szembe jönni valakivel. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diósgyőr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát diósgyőri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották. Tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diósgyőr! Csak a Diósgyőr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!